Itt Magyarország. Most következik. Élvezze a Moziverzum filmjeit, és nyerje meg az év legjobb házi mozi rendszerét a JVC-től. Íme a kérdés. Nem kell más tennie, csak küldje el a helyes válasz számát SMS-ben a 0690-633-733-as számra, vagy hívja vezetékes telefonról a 0690-412-412-es számot. Játsszon a TV2-vel, és nyerjen! Jó estét kívánok! Néhány perc múlva kezdődik a Jó estét Magyarország, amelyben megmutatjuk Orbán Viktor sajtókonferenciáját. A Fidesz kétnapos elnökségi ülése után tartotta. A Fidesz elnöksége egyébként fölkérte Orbán Viktort, hogy legyen újra a párt elnöke, a részletek néhány perc múlva. Itt lesz a stúdióban a Tények után Fürr Lajos, az MDF volt elnöke, az Antal kormány hadügyminisztere, aki évek óta nem szerepel a nyilvánosság előtt. Néhány perc múlva várom tehát önöket a Jó estét Magyarországon. Az Aero magazin támogatója a Boeing repülőgépgyár, a Hungaroladó és a Swiss, az új svájci légitársaság. A veterán forgószárnyas, az idő a tény, a legújabb Soyuz, vitorlázó virtuózok. Repülőtér a hullámokon. Emlékezés a professzorra. Repülő seregszemle. Aero magazin. Ma este a TV2-n. Média partnerünk az Aero magazin című újság. Figyelj, Bruno, muszáj beszélni. Lehet, hogy hülyén hangzik, de nagyon ideges vagyok attól, hogy együtt dolgozom. Olyan fura, hogy te vagy a főnököm. Bruno! Mi van, én maraságot csinálok? Szerintem ez nem így van. Szerintem meg így van. Oh, nekem van a legjobb lábam a városban. Ennyi. Holnap este is. Szeret, nem szeret a TV2-n. Hajdanán a légfrissítőt még el kellett rejteni. Az új, szabályozható Ervik illatgömb csodálatos illatharmóniájával, dekoratív formájával meghitté varázsolja otthonát, akár 6 héten keresztül. Ervik, az illatvarázs. Szeretnéd, ha megjelenne életedben a királyfi fehér lovon? Vár egy magas kék szemű. Önnek nincs új üzenete. Hogy akar találkozni az igazival, ha nem hívja fel? 0630-30-30-820. Vesztel találkozások társkereső. Szerelem hívószóra. Jó estét kívánok! Úgy tűnik, hogy új fejezet kezdődik a Fidesz történetében. Feltehetően Orbán Viktor visszatér majd a párt élére, és akkor az a párt már nem egészen ugyanaz a párt lesz. Orbán Viktort kérte fel a Fidesz elnöksége, hogy újra vállalja el a párt vezetését. Orbán azzal a feltétellel mond igent, ha európai néppárttá alakítják át a Fideszt. Ehhez módosítani kell az alapszabályt. Mindenről május 10-én tisztújító kongresszuson döntenek majd. Magyar Mozgókép közalapítvány. Igaz-e, hogy jogellenesen működött az elmúlt 3 évben? Az állami számvevőszék jelentése szerint a kuratórium határozatképtelensége miatt az alapítvány intézkedései törvénysértőek. Kinevezik-e Grunwalski Ferencet elnökké, és lesz-e megoldás? Erről kérdezem néhány perc múlva Grunwalski Ferencet. Fürr Lajos, az Antal kormány egykori honvédelmi minisztere, a Magyar Demokrata Fórum volt elnöke, évekkel ezelőtt visszavonult a politikától. Nem vesz részt a vitákban, ha hallat magáról, akkor történészként hallgat. Miért szakított a politikával, és mi a véleménye ezekről a napokról? Nem sokára, ezt is megkérdezem majd Fürr Lajostól.
kétnapos elnökségi ülést tartott a Fidesz. Az elmúlt napokban, elmúlt hetekben és hónapokban számtalan hírt hallottunk arról, hogy mi lesz a Fidesszel. Megmarad olyannak, amilyen, esetleg átalakul uniópárttá, vagy létrejön egy pártunió. Nos, úgy tűnik, hogy a legutóbbi lehet legközelebb az igazsághoz, de egyelőre foglaljuk össze, hogy mi történt a Fidesszel az elmúlt 10 évben.